A rovat támogatója a Kevin Murphy. Nem csak mi ünnepeltük meg ma reggel Barbara Streisandot, hanem Nika is meg fogja ünnepelni. Jó reggelt! Veres Monika csókolom született, tehát fantasztikus. De egyébként tehát ki is énekelhetné Barbara Streisandot tulajdonképpen Manu Magyarországon, ha nem te. Hát ugye az adottságaid azok teljes mértékben predesztinálnak erre. És azt hiszem, az est egyébként már azért valami módon jelen volt az életedben, vagy ez most készült új szerkesztésben, de volt már neked Barbara Streisand este? Igen, 28-án lesz egy nagyon izgalmas koncertünk, ami nyilván Barbara Streisandnak ajánlunk, ugye 24-én volt 80 éves, egészen elképesztő, és hát azt kell nektek mondjam, hogy nagyon sok mindent csináltam zeneileg eddig, de amellett, hogy egy elképesztően izgalmas és érdekes zenei anyag, gyakorlatilag végbögöm a felkészülést, tehát hogy annyira hat ő maga, hatnak a dalai, és hogy ebben hogyan szövöm be az én saját kis élettörténetemet, mert ugye mindig erre törekszem, hogy persze. Bárkitől feldolgozom, nyilván nem hasonlítani akarok, és nyilván nem ugyanazokat a dolgokat éltük végig, akár szakmai, akár a magánéletben. Ez teljesen természetes így, de valahogy, hogy ez most egészen máshogy hat. Tehát hat rád érzelmileg. Van egyébként közös pont, hogyha megnézed az ő életútját, akár magánéleti vonatkozásban, vagy szakmailag, ahol nem tanult énekel. Jó, most nyilván erős, mert ebben a pillanatban. Nagyon jó, kakadó hajam nincs. Szóval, hogy az van, hogy voltak nekem is énektanáraim, akik inkább azt mondom, hogy lelkileg adtak lökést, meg bíztatást, de valahogy abban, hogy szól ki belőlem érzelmileg, és úgy egyáltalán hogyan valósítok meg egy nótát, abban soha senki nem szólt bele. Tehát tulajdonképpen akkor a ti lelki világotok hasonló ebben a tekintetben. Én is azt gondolom, hogy ő egy nagyon ösztönös ember, akár ha csak a színészi játékát nézzük, amennyire én ezt meg tudom állapítani, vagy akár amikor hallgatom, hogy érzem, hogy inkább nem is technika, hanem a szív van ott, ami talán néha fontosabb. Anélkül. Sem, tehát, hogy az mindenképpen szükséges ahhoz, hogy mi az, amitől ott ragad a figyelmed. És egyszerűen így annyira betölti a teret, nagyon sok koncertfelvételt néztem tőle, nyilván kutatok a dalokhoz, amiket összeválogattam, hogy mi a kis háttér sztori, mert nem csak dalokat játszunk egymás után, hanem azért próbálok egy picit komplexebben. Mi a kedvenc, amit, hogyha meghallasz, akkor? Én zenesul is éveimben ismerkedtem meg, amikor a Kőbányai Zenestúdióba jártam leginkább a dalaival. Volt egy nagyon kedves korrepetitorom, a Blum Józsi bácsi, és vele nagyon sok szép, csodálatos dalt tanultunk. És volt egy énekvizsgám, amikor a Sand in the Clowns című dalt énekeltem, és én ezzel legutóbb a Joker című filmben találkoztam. Eleve nagyon-nagyon megrázott az egész mozi. Most nyilván egy más értelmezésben, tehát ahogy velem is történnek a dolgok, egészen persze. Más értelmet nyernek. Hát egyébként nem is tipikusan Streisand dal, mert ugye azt sokan énekelték, és nem is ő volt az első Sondheim dal, de hogy azért itt rengeteg minden, ugye van a popzenében is egy nagyon nagy karrieríve, és azért főleg a filmmusicalekben, ugye Funny Girl, Hello Dolly, stb. Meg a Gentle, tehát hát ezekből mind játszunk. Mindegyikből énekelsz, gondolom. Hát ezek közelebb állnak hozzá, mint az ő a Guilty, meg a Bön, tehát mindegyikben beletalál. Tehát, hogy mert tudja kívül. Nyilván imádom, de tényleg, hogy ezek a musicalekben többet tudsz magadban megmutatni, mint a popzene. Én azt hiszem, hogy mindegyik az én részem, és hogy nyilván nem csak a musical vonalat, az egy vonulat egyértelműen ott lesz a koncerten, de hogy a popposabb, hiszen én magam a popzene színpadáról, vagy a könnyűzene színpadáról érkezem, úgyhogy ezt vegyítettem, de ha még kedvencet kérdeztek, akkor abszolút a Gentle. Hát az meghallja az ember, és az kész, a szíve kitárulkozik, de azért veled is nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban, és azt gondolom, hogy megtaláltad a helyed egy olyan formációban, ahol azért nehéz megtalálni az embernek a helyét, ugye Majka Curtis duóra gondolok, ahol te már olyan oszlop
hivatalos tag vagy, és annyit adsz az egészhez. Könnyű volt a srácokkal felvenni a ritmust? Mondhatnám, hogy igen, mert nagyon-nagyon nyitott szívvel fogadtak, de szaraszéjel izgultam magam. Tehát én emlékszem az első próbákra, meg az első... Ja, igen. Hát én most fejeztünk be, hát nem rég. Hát így van, hát a szép turné. Mert tényleg fantasztikus volt a itt is. Tehát igazából itt tényleg... Hát ez a swing turné, ez álom volt, nagyon zeneileg is, meg meg itt az inkább, itt lehetél díva, tehát hogy ez a stílus megegyezte azt. Ilyen mamma. Nem, hogy rá mammás. Én egy nőt láttam, aki úgy érdekel, mint egy ősasszony. Tehát, hogy én be, hogy ez... Hát ez szakadt ki, és talán ez a csodálatos, ami most... Hála jó Istennek, hogy újra lehetőségünk van, hogy adjuk és oldjuk az embereket, mert aztán szorongunk, meg mindenféle probléma van nyilván, ami akadály jöhet az ember elé, de azt hiszem, hogy nekünk feladatunk ez. Hogy... És nyáron folytatódik, tehát mentek együtt koncertezni, tehát május közepén. Május közepén. Azt hiszem, a Queen Musical is lesz nyáron, így van, tehát így abban van. Is játszol. Így van, a Weaver. Ezek mind csapatmunkák, de amikor egyedül mész a színpadra, amikor azon gondolkozol, hogy egyedül mit szeretnél csinálni, akkor is Streisand most ugye csütörtökön lesz, de egyébként mi az, ami még így álomként szerepel? Mi az, ami szeretnél még egyedül elérni? Milyen műfajba belekóstolni esetleg, amivel eddig még nem? Hát, nem tudom, hogy igazából most nem feltétlen, hát a zenei tervek azok mindig ott vannak, és adasson meg minél tovább az, hogy énekeljek. Egyébként a Petiék tökre támogatják, hogy abszolút csinálhatom a saját dolgaimat, tehát hogy nincsen olyan módon kizárólagosság, hogy akkor csak a Majka Curtis formáció van. Hát ugye ezzel mindig nyökögök ezzel, amikor a saját dalokról beszélgettünk, hogy lesz-e, remélem, hogy lesz, most sok minden más lefoglal, de... A saját popzenei utadat szeretnél tovább járni? Abszolút, tehát hogy azért ez nincsen teljesen így a szőnyeg alá söpörve, úgyhogy hát majd meglátjuk. Nehéz olyan összövegíró zeneszerzőt találni, aki a te lelked ritmusára tud írni? Meg talán, hogy bennem is kell, hogy ez érjen. Uh-huh. Egy kicsit jobban, nem az a kérdés nyilván, hogy én a színpadon, hogy érzem magam meg. De félsz egyébként neked? A saját debütálástól? Nem. Tehát, hogy mert én is azt gondolom, hogy félj, már olyan sok félek. Mindent letettél az asztalra, és lett egy olyan követő bázis. Egy kicsit az van, hogy én mindig megtalálnak csodálatos feladatok, uh-huh. amibe kapaszkodom, uh-huh. és akkor azzal el vagyok. Uh-huh. Igen. És akkor az van, hogy egy kicsit így jobban kellene észrevennem. Mert nagyon sokan várjuk azokat a saját dalokat. Légy szíves, de addig is... Meg ezeket a nagyívű dolgok, amiket igazán te annyira tudsz, tudod, a Whitney Houstonos világ, ez az egész nagyívű dalok. Hát ezt nem... Igen, elképesztően az ember kimondja ezeket a neveket, és nem tudom, tehát hogy ezt így nem lehet. Igen, nem szabad. Nyilván nagyon-nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sokat erősödtem ezekből az előadókból meg dalokból. Addig is pénteken menjenek az Orfeumba. Baba.